Nagyon kell védekezni, ugyanis most már Zala megye az egyik legfertőzöttebb terület, mindig is az volt, és a városban most már ott is rengeteg, a füves területeken rengeteg helyen megtalálhatóak, tehát folyamatosan védekezni kell szinte egész évbe. Nagyon sokféle lehetőség van. Ugye kortól függően vannak spoton cseppek, amik általában ilyen egy hónapos hatóidejűek, vannak permetezők, vannak különböző ilyen bolhanyakörvek, illetve hát kullancsnyakörvek. Ezek között olyan minőség is található, ami már ilyen 7-8 hónap hatóidejű, de mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy gyakorlatban mindegyiknek, ha víz éri, akkor csökkenti a hatóidejét jócskán. Úgyhogy általában azt szoktuk javasolni, ha lehetséges, akkor ilyen alkalmi permetezőkkel, mindig, hogyha olyan veszélyeztetett területre megyünk a kutyával, azt külön minden alkalommal érdemes használni. Általában használnak sokan, akik nem hívei ennek, ezeknek a vegyi anyagoknak, illetve idegmérgeknek, aminek legtöbb, ugye, amiből áll. Sokan használják ezeket az ultrahangos kullancsriasztókat. Van lehetőség ilyen természetes anyagok, mint a citromfű olaj, a levendula olaj, vagy ezeknek a keverékeinek a használatára. Bár az az igazság, hogy megoszlanak a vélemények, illetve hát a tapasztalatok alapján nem annyira hatékony. Azt szeretném még hozzátenni, hogy a különböző nyakörveknél, meg cseppentőknél mindig le kell tesztelni először, hogy véletlenül nem vált-e ki allergiát, vagy bármiféle tünetet nem mutat utána a kutya, mert nem minden kutya egyformán reagál ezekre a vegyszerekre, sőt, van olyan is, aki nem kaphatja esetleg bizonyos betegségek folytán, illetve ugye nyilván azt már mondtam, babakutyákra nagyon kevés dolgot lehet még egyelőre használni, holott ugyanakkor ők is ugyanolyan veszélynek vannak kitéve. Hát rövid szőrű kutyáknál könnyebb a dolog, főleg mondjuk, mint az enyém világos szőrűeknél elég jól meglátszik rajta. Hosszú szőrűeknél viszont minden alkalommal, amikor ilyen helyre megyünk, akkor feltétlenül át kell fésülni a bundát, átnézni, sűrű fésűvel kifésülni, illetve hát célszerű sűrűn. Tehát a nyári, tavaszi, őszi időszakokban nagyon sűrűn figyelni, illetve fésülgetni a szőrből, mert bármikor, bármilyen helyszínen össze lehet szedni. Mit tehetünk akkor, hogyha már találtunk egy kullancsot a kutyában? Mi a legjobb megoldás? Hát a legjobb megoldás, hogy minél hamarabb kivenni. Ugyanis a kullancs életciklusában egy 4 órás fázis az, amikor egyirányú az anyagáramlás, tehát akkor még csak szívja a testnedveket. 4 óra után már visszafele is öklendezik, ezért aztán akkor fogja megfertőzni az állatot. Hogyha sikerül 4 órán belül kiszedni, nagy valószínűséggel nem lesz olyan erős a fertőzésnek a veszélye. Hogyan kell eltávolítani egy kullancsot? Kullancs eltávolítására lehet venni különféle csipeszeket, kanalakat, ilyen kis állatboltokban, tehát ilyen felszerelésboltokban, de egyébként egy egyszerű határozott mozdulattal kivesszük. Mi jelölheti azt, hogy a kutyám valószínű, hogy kullancsos? Hát ugye a kór előzményben többnyire szerepel, hogy megtalálják a kullancsot. Na most a kullancs az pár naptól, akár 20 napig is lappangó fertőzést okozhat. Érdekes módon van egy általános lefolyása, hogy amikor elmeséli a tulajdonos, hogy hát igen, hát tegnap előtt gyanús volt a kutya, tegnap már válogat, ma nem csinál semmit. Tehát többnyire a harmadik napon hozzák el az első tünet megjelenésétől. Van, aki sokkal gyorsabban, aki úgymond kényesebb bármilyen rezdülésére a kis állatnak, de többnyire ez van. Általános tünet, bágyadság, kedvetlen, ha megmérik, végbélbe lehet ugye hőmérsékletet mérni, többnyire 40 fok vagy az fölötti lázzal jár ez. Vannak aztán már olyan tünetek, amik kevésbé vesznek észre, halványodnak a nyálkahártyák, későbbi tünetként egyértelműen a vizeletnek a sötétedése,
illetve szinte ilyen kávézat színű barnává változik. Az nem korai tünet, de az is kórértékű.